Azért hívtuk nagyon gyorsan össze ezt a sajtótájékoztatót, mert mindannyiunkat érint sajnos az, hogy az Ajkai kórházban megszűnt a sürgősségi osztály. Személyesen is sokunkat érintette ez korábban, és sajnos valószínűleg fog még másokat is. És ebben a választókerületben Sümeg, Tapolca, Ajka az utóbbi időben már az Ajkai kórháznak volt az Ajkai kórház volt a kiszolgálója, és azt tudjuk, hogy a Tapolcai kórház már kivéreztetésre került, Sümeg szintén, tehát most úgy tűnik, hogy szép lassan, csöndesen az Ajkai kórház is elveszíti a funkcióit, és aztán mindannyian csak Veszprémbe fogunk tudni menni, ahol kérdés, van-e akkora kapacitás, másrészt oda jutunk-e ezeken az utakon, ezek között a viszonyok között. Ezért hívtuk össze ezt a mai beszélgetést, és át is adnám a szót dr. Komáromi Zoltánnak, az Árnyék Kormány Egészségügyi Árnyék Miniszterének. Úgy gondolom, és ez nem ma vagy tegnap találtam ki, hanem több évtizede hangoztatom, hogy Magyarországon akkor lehet egy nyugodt, jól működő, eredményesen működő egészségügyi rendszert létrehozni vagy megtartani, hogyha abba minden szereplőnek megadatik a normális szerepköre, ha minden olyan intézmény az állam finanszíroz, ami az ott lakóknak az ellátását és a biztonságát biztosítja. Ez vonatkozik a házi orvosi ellátásra, amiből egyébként Ajka viszonylag jól áll, mert 23-ból mindössze 3 vagy 4 praxisban nincs kollega, tehát ezt még az itteni házi orvosok el tudják rendezni és meg tudják oldani. Sokkal nagyobb bajt látok viszont a városi kórházaknak az úgy néz ki szisztematikus leépítésébe. Nem megy úgy egy egészségügy szervezése, hogy csinálunk egy reformot, meghirdetünk egy nagy átalakítást, és szépen közbe, csöndbe, mindenféle egyeztetés nélkül hip-hop egy jól működő városi kórháznak megszüntetjük a sürgősségi betegellátó osztályát, vagy hogyha egy eufémisztikusan akarunk fogalmazni, akkor ugye nem szüntettük meg, de nem adunk rá finanszírozást. Ami azt jelenti, hogy akkor meg fog szűnni. Viszont ha egy ilyen városi kórházba 2-3 hónapon belül nem állítják vissza a régi rendet, ahogy legyen egy jól működő, 0-24 órában működő sürgősségi osztály, az sajnos a város és a városban lakók és a környéken lakók fogják megsínleni. Miért is? Az orvosok és az ápolók tényleg azt lehet mondani, hogy az utóbbi 10-15 évben a hátukon viszik az egészségügyet. Mindenféle probléma, mindenféle finanszírozási baklövés, mindenféle rossz szakmai döntés ellenére a városi kórházak, a házi orvosok, a rendelőintézetek működnek. És hogyha nem működnének, akkor arról tudnánk, mert akkor a lakosság elégedetlen lenne. A lakosság elégedett, szakmailag jól van ellátva, és akkor jön egy országos tiszti főorvos, és egy több éve fönnálló helyzetet úgy ítél meg, hogy egyik napról a másikra bezárni a sürgősségi betegellátó osztályt. Tudomásul kell venni, hogy vannak szabályok, minimum szabályok, amikhez ragaszkodni kell. Csak ezek a szabályok mások, Budapesten, az egyetemi klinikán, vagy a Honvéd kórházba, és mások a megyei kórháztól 30-40 kilométerre működő városi kórházakba. És ha az itteni menedzsment és az itteni szakemberek meg tudták szervezni azt, hogy a sürgősségi betegellátó osztályon, ugyan nem műszakban, de 8 plusz 16 órás ügyeletekbe van ellátás, és mindig lehet orvos találni, szakorvos találni, akkor nem értem, és tényleg nem értem, több mint 40 éve dolgozom az egészségügyben, és egyszerűen ezeket nem tudom megérteni, ezeket az intézkedéseket. Miért kell tönkretenni egy működő rendszer? Javítani jó lenne, vagy jobb lenne, ahhoz finanszírozás kell. Ha finanszírozást kapna ez a kórház, akkor a kórházigazgató is tudna esetleg szakembereket szerezni. Ha nem vették volna el a városi önkormányzatoktól a városi kórházakat ezelőtt 12 évvel, akkor a város is bele tudna szólni, és biztos vagyok benne, hogy a polgármester úr és az egész képviselőtestület egy emberként segítene akár lakással, akár finanszírozási összegekkel, költségvetési összegekkel, hogy itt egy működőképes, normálisan működő városi kórház maradjon. Mert hiába van lelkesedés, és hiába vannak itt elkötelezett szakemberek, ha kihúzzák alul
a szőnyeget, akkor nem fognak tudni gyógyítani. És az, hogy minden terhet rázúdítani a Veszprémi kórházra, látjuk, hogy ott sincs többletember, ott sincs többletkapacitás. Egy ekkora megyét nem lehet egy centrumból ellátni. Ebbe a megyébe biztos, hogy 2-3 olyan városi kórháznak működnie kell, ami nem a szuper speciális dolgokat fogja megcsinálni, de egy normális sebészeti, baleseti sebészeti, gyerekgyógyászati, egy általános belgyógyászati, egy bizonyos mértéki kardiológiai, endokrinológiai, mozgásszervi rehabilitációs tevékenységet nem csak krónikusan, akutan is csinálni kell. Itt lakik, most nem tudom a pontos adatokat, de biztos 40-50 ezer ember van ebben a körzetben, akiket ez a kórház lát el. Őnekik szükségük van arra, hogyha hirtelen bajba kerülnek, legyen egy olyan intézmény belátható közelségben, ahol el tudják látni, vagy meg tudják állapítani azt, hogy itt nincsenek meg a megfelelő eszközök, de akkor tudnak intézkedni, hogy oda jusson az a beteg, amilyen ellátásra szüksége van. Én úgy gondolom, hogy az árnyék kormány és annak a minisztereként meg tudom itt ígérni azt, amit egyébként mindig mondani szoktam, hogy városi kórházak nélkül nincs egészségügy, alapellátás nélkül, háziorvosok nélkül nincs egészségügy, normális mentőszolgálat, sürgősségi ellátás nélkül nincs egészségügy. Hiába vannak klinikák, hiába vannak a megyei kórházakban csodálatos osztályok, a beteg nem fog oda eljutni, a beteget itt a lakóhelye közelében kell meggyógyítani, és ami még mondjuk nem ezen az asztalon van, itt kell azokat a szűrővizsgálatokat megcsinálni, amiből kiderülhet, hogy valakinek valamilyen rejtett vagy kevésbé rejtett betegsége van. Ez a városi kórházaknak a szerepe, az ambulanciáknak, a szakrendelőknek a szerepe, mert nagyon sok mindent meg lehet tudni csinálni reggel 8-tól este 8-ig, de aki éjszaka lesz rosszul, annak biztonságot jelent, ha ott a lakóhelye közelébe van egy jól működő, jó szakemberekkel működő sürgősségi betegellátó osztály. Amennyiben valakinek kérdése van, nagyon szívesen. Egy kérdésem lenne Lékó Sándor, hogy milyen út vezethet ahhoz, hogy esetleg a rendszert megreformálják? Tehát látszik, hogy a kormány erre nem mutat hajlandóságot, de az orvosi kamarának tudtom, hogy van egy elképzelése, ami magát az utat jellemezni, tehát aminek a végén látszik azért valami reális cél. Nagyon jellemző a kormányzatra, hogy ősszel nem tudni hogyan, de ki kellett lopni egy munkaanyagot, hogy egyáltalán tudja a szakma, meg a szakmapolitika, hogy mire készül Pintér Sándor és Takács Péter. Ugyanennek a munkaanyagnak a nagy részét aztán visszavonták, viszont amit beterjesztettek salátatörvény gyaránt decemberbe a parlament elé, arra az orvosi kamara egy nagyon részletes, 12 oldalas, didaktikusan fölépített választ adott, amit nyilvánosságra hozott, tehát mindenki akár ma is letöltheti az orvosi kamara honlapjáról. Ezek után úgy hozták be a mindenféle tárgyalás és egyeztetés, és tényleges egyeztetés nélkül úgy hozták be a törvényt a parlament elé, hogy az orvosi kamarának egyetlen egy javaslatát nem vették figyelembe. És csodálkoznak, hogyha a szakma elégedetlen. Csak olyan dolgokat javasolt a kamara, ami a betegbiztonságot növeli, ami az egészségügyben dolgozóknak a munkakörülményeit javítja, és nem veszélyezteti. Ezt egyszerűen lesöpörték az asztalról olyan szinten, hogy az orvosi kamarát még abból a részből is kihagyták, ahol felsorolták, hogy kik adtak be javaslatot ehhez. Én úgy gondolom, hogy komolyan kellene venni nem csak egyébként az orvosi kamarát, hanem a szakdolgozók kamaráját is, mert az, amit most csinálnak a nővérekkel, hogy húzzák, halogatják a béremelésüket, és adni akarnak gyakorlatilag 10%-os béremelés júliusba, mikor 25%-os inflációt csinálnak, szóval ez egyszerűen embertelen. És nem csak az egészségügyi szakdolgozók vannak ettől bizonytalanságban, az általuk ellátott betegek vannak ettől bizonytalanságban, és az orvosi kamara nagyon jól teszi, amit csinál, hogy politikamentesen, szakmai alapon
de követeli, hogy bizonyos szabályok legyenek betartva, és ki kell mondani, az egészségügyre több pénzt kell adni. Ennyi pénzből nem működik. És ha lenne pénz, és ez a pénz megfelelően lenne szétosztva az alapellátás, járóbetegellátás, kórházi ellátás és a városi és a megyei kórházak között, akkor egyiknek se lenne a működése veszélyeztetve. De ezt be kéne látni egy belügyminiszternek is, és ezért hiányzik egyébként az egészségügyi minisztérium, mert az, aki ott egészségügyi minisztériumban dolgozik, az ugye az ágazatot, és ezzel együtt a betegeket védi. Egy belügyminiszter meg a rendre vigyáz, de itt a rend nem azt jelenti, hogy jó gyógyítás. A jó gyógyítás a rendnél sokkal több. Mennyire tölti el bizakodás, hogy egyre többen jelzik, hogy maradnának az orvosi kamara tagjai? Talán már 15 ezer fölött van ez a létszám. Én úgy gondolom, hogy egy szakmai köztestületet, amit nagyon nehezen hoztak létre, és most az elmúlt 3 évben látszik az, hogy van egy olyan elnöksége az előzővel szemben, aki ténylegesen komolyan veszi a feladatát. Magyarul szakmailag megalapozott véleményekkel próbálja segíteni a kormányzati munkát. Az, hogy őket nem engedik közel ezekhez a döntésekhez, ez arculcsapása az orvosoknak. Orvosok nélkül nem lehet egészségügyet csinálni. Ezt már többen kipróbálták, nem megy. Még valami, betegek nélkül se lehet egészségügyet csinálni, és a betegszervezeteket gyakorlatilag az elmúlt 10 évben elsorvasztották, hála Istennek még megvannak. Mi ővelük is most fölvettük a kapcsolatot, és minden egyes beteg szervezettel megpróbálunk olyan kapcsolatba kerülni, hogy az ő javaslataik is kerüljenek be ezekbe a csomagokba. Mert nem mindig a szakma látja meg a problémát, valamikor a beteg a saját bőrén érzi, és ezt igenis figyelembe kell venni. Itt nem munkadarabokkal dolgozik az egészségügy, itt élő húsvér emberekkel dolgozik, azoknak az embereknek vannak betegségei, vannak lelki problémái, vannak szociális problémái, de ezt együtt kell megoldani, mert különben ezek a betegek, ezek el fognak veszni, és nagyon szörnyű a statisztikánk Európa vonatkozásában, mind a daganatos betegségekben, mind a szívérrendszeri betegségekben. Nem kéne egy évben 30 ezer embernek meghalnia. Úgy olyan betegség van, amit meg lehetne gyógyítani, csak kellene odafigyelni rá. És ez egy nagy feladat, és ezt meg kell csinálni, és meg fogjuk csinálni. Futó Zoltán, ATV híradó, Ajka is online. Nemrég ment el Ajkáról Navracsics miniszter úr, itt tárgyalt a kórházba, posztolt egy posztot az oldalára, ami szerint azt írja, hogy Ajkán nem marad beteg ellátatlanul. A híresztelésekkel ellentétben továbbra is biztosítjuk a sürgősségi ellátást 0-24 órában. Az előbb voltunk benne Nagy Zoltán főigazgató úrnál, gyakorlatilag hasonlókat mondott. Én úgy értelmeztem, hogy az fog történni, hogy bejön ide a beteg, aztán majd itt lenne eldöntik, hogy hova megy tovább. Nem tudom, hogy ezt hogy látja. A sürgősségi betegellátó osztályoknak az a lényege, hogy a kórházi struktúrától kicsit elkülönülve, de annak a felszereléseit használva, úgy mint képalkotó eljárás, laboratórium, egyebek, amikor beérkezik egy sürgős beteg, akkor ott egy triás folyamatban eldöntik, hogy mennyire sürgős. Mert behozhatnak egy sztrókos beteget, behozhatnak egy infarktusos beteget, azzal nem szabad tovább foglalkozni, mert azt azonnal az élete megmentése miatt küldeni kell a megfelelő intézetekbe. De azok a betegek, akiknek panaszuk van, fájdalmuk van, görcsük van, lázuk van, vagy hasmenésük van, vagy hánynak, vagy egy kisgyerek nem tud enni, mert mindent kihány, azt ott helyben diagnosztizálni kell, és el kell kezdeni az ellátását. És amikor stabilizálták az állapotát, akkor a kórház átveszi, és csinálja tovább a gyógyítást, és utána meg fog gyógyulni, és haza fog menni a beteg. De az, hogy közvetlenül az utcáról bekerüljön az osztályra, ezt évekig, évtizedekig csinálták, ez sokkal több emberi energiát igényel, és sokkal kevesebb az eredményessége. Tehát nem véletlenül találták ki ezt a betegosztályozási rendszert és a SBO-t, és ez egy, hogy mondjam, ez egy politikai lózung, amit a miniszter úr mond, ugyanis hogyha a sürgősségi betegellátó osztály finanszírozását megszüntették, márpedig itt a határozat március 2-ával megszüntették, akkor miből fogják fizetni az orvosokat, a nővéreket, az energiaszámlát, az egyéb dolgokat?
Tehát egy, ilyen nincs, hogy egy városi kórházban megszüntetek egy osztályt, megszüntetem a finanszírozását, és utána azt mondom, hogy de egyébként a betegellátás az folyik. Nem mindegy, hogy milyen színvonalon. És ezért kell követelni, hogy kapjon pénzt az Ajkai Kórház, vissza tudja állítani azt a munkarendet, ahol el tudnak látni betegeket, mert ez egyébként az itt lakó embereknek az alapvető érdeke. És nem véletlen, hogy sok embert érdekel ez, mi pedig megpróbálunk politikai módon érvelni azzal, hogy ne hagyják magukra a városi kórházat a minisztérium és a kormány emberei. És ön szerint ez csak pénzkérdése? Tehát ha lesz pénz, akkor lesz ember is? Mert hogyha jól értem, itt ugye az a probléma, hogy van egy valamikori törvény, ami azt írja elő, hogy ez a 8-16 ez nem működik, hanem 12-12-be kellene dolgozni az orvosoknak, de ugye kevés az orvos, ezért oldották meg. Még három orvos kellene. Ha kapna a pénzt a kórház, ha kapna pénzt a Ajkai önkormányzat, ha tudnának mondjuk három szolgálati lakást odaadni fiatal orvosoknak, ha meg lehetne egyezni fiatal orvosokkal, vagy akár végzős orvostanhallgatókkal ösztöndíjban, hogy jöjjenek ide, végezzék itt a gyakorlatukat, és maradjanak itt, és dolgozzanak itt 3, 4 vagy 5 évet, mindig ez volt a megoldás. A városi kórházaknak a fennmaradását két dolog biztosította. Az egyik az ösztöndíjak, a megyei ösztöndíjak, én most a 80 előtti dolgokról beszélek, a másik pedig, hogy minden városban volt egészségügyi szakközépiskola. Ott általában egy, de inkább két osztálynyi nebulót kiképeztek arra, hogy 17-18 éves korukban kaptak egy szemléletet, megtanulták, hogy mi az, hogy kórház, mi az, hogy gyógyítani, micsoda csodálatos érzés, és ennek, ezeknek a gyerekeknek, én 18 éveseket nevezhetek gyerekeknek, már az unokáim lassan annyi, azok érzelmileg is kapcsolódtak a saját városuk kórházába. Itt tanulták meg a szakmát. Az itteni nővérek tanították meg nekik, hogy mit kell csinálni. És az volt a tapasztalat, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy 50 érettségiző közül, mondjuk 5 vagy 6 elment főiskolára, egyetemre, 5 vagy 6 elment férhez ment, szült, nem jött be, de a 80%-a enneknek az embereknek a kórházba kezdett el dolgozni. Először csak késnővérként, aztán megcsinálta a szakosítóját, és itt maradt, és utána sokkal kevesebben morzsolódtak le. Most úgy néz ki a nővéreknek a korfája, hogy nagyon kevés a fiatal nővér, alig tudják föltölteni az egészségügyi szakközépiskolákban a létszámot, utána van egy stagnálás, utána van egy kis emelkedés, ez ugye a 15 évvel ezelőttiek, akik, és utána megint van egy luk benne, azok viszont már elmentek az országból. Nagyon sok ország használja azt a lehetőséget, hogy a magyar ápolónők nagyon jól képzettek. És igenis 4-5-ször annyi bért tudnak nekik adni, és ezért nem értem, hogy miért kell eddig húzni, halasztani az ápolói béremelést, és miért kell most 10%-ot adni fél évig, ami egyszerűen szégyen. És ez lenne a megoldás, tehát orvosokat találni, akik letelepednek a városba, segíteni ezt a folyamatot, nővéreket, szakdolgozókat találni, akik itt találják meg az életük értelmét és a szakmai előmenetelüket. Ez ilyen egyszerű, csak egyszerűen csinálni kellene, de az, hogy most a belügyminisztériumból harsognak, hogy mindenki mindenhol mindent jól csinál, ettől ez nem lesz jó. Sajnos. Igen, mondjuk jó példát hozott fel, hiszen a hátunk mögött van a nővérszálló, tehát Ajkán tényleg komoly nővérképzés folyt, és hogyha jól tudom, a Szentgyörgyiben még a mai napig is képeznek, tehát Ajkán ez megvan, bár orvos sajnos nem tudunk képezni, és én attól tartok, hogy ez egy hosszú folyamat, hogy hiába lenne pénz, az orvos az néhány év, mire kitermeli magát. Én Szegeden végeztem, 200-an voltunk az évfolyamba, és ebből 45 embernek volt ösztöndíja. Vagy honvédelmi, vagy belügyminisztérium, vagy Békés megyei, vagy Bács megyei, vagy azt hiszem, hogy még Baranya megyéből is voltak. Ezek az ösztöndíjas évfolyamtársaim végzés után oda mentek dolgozni, ahonnan az ösztöndíjat kapták, és most mivel szervezem az évfolyam találkozókat, már lassan a 40-et, ezek vagy most már az el is múlt, látom, hogy ott maradtak. Tehát aki, ahol elkezdett dolgozni, ahol családot alapított, ott fog maradni, hogyha elégedett a munkakörülményekkel is. Ezekre kellene számítani, és ha fiatal orvosokat sikerülne ide csábítani, és megtanítani nekik a szakmát, akkor azok itt is fognak maradni, ha jól érzik magukat, mint ahogy 50 évvel ezelőtt, meg 30 évvel ezelőtt is itt maradtak, és föl volt töltve a létszám. És tűzoltásnak nem lenne megoldás,
Mire gondol? Arra gondolok, hogy módosítani ezt a törvényt, ami nem teszi lehetővé a jelenlegi működést. Ez nem törvény, ez egy miniszteri rendelet, ami leírja, hogy milyen személyi és milyen tárgyi feltételeket kell biztosítani ahhoz, hogy egy kórházba vagy rendelőintézetbe szakmailag ellenőrzött módon folyjon a munka. Ez a betegek érdeke, félre ne értsük. De az, hogyha nincs elég ember, és a között kell választanom, hogy bezárok egy sürgősségi osztályt, vagy pedig megfelelő szakmai kompromisszumokkal és fokozott ellenőrzéssel odafigyelek rá, hogy jól működjön, és vannak hozzá elkötelezett szakembereim, akkor én azt a második megoldást tartanám, és működtetném, igenis működtetném azt az osztályt, és közben elkezdeném szervezni, hogy jöjjenek emberek, és azzal meg lehessen csinálni a tényleg 100%-ban legitim megoldást. Ilyen egyszerű. Én is így gondolom, köszönöm. Úgy látom, senki nincs itt a pesti srácoktól, de hát hadd kérdezzem meg azt, hogy amit az imént mondott, nem fél attól, vagy nem tart attól, hogy bizonyos orvostársai érdekei ellen megy, mert ugye például Ajkára híreim szerint szívesen jönnek budapesti ügyelni orvosok, miért kéne itt letelepedniük? Ez nekik üzletrontás lehet. A budapesti orvosok, nem ismerem őket, de gondolom ők ledolgozzák a főmunkaidejüket, és utána ide jönnek kisegíteni. Svédországba hoztak ezelőtt 30 vagy 35 évvel egy törvényt, hogy egy orvos 6 óra alatt maximum 20 beteget láthat el, és utána kell neki 12 óra pihenés. Ön szerint az orvosi kamara intézte el ezt, hogy ez így legyen? Nem, a betegszervezetek. Mert minden betegnek joga van kipihent orvos kezébe kerülni. Tehát ha valaki ledolgozott Budapesten, mit tudom, 16 órát, vagy akár 24-et, kocsiba ül, idejön és még ledolgozik 12-t, fogadjunk, hogy már nem ugyanaz a teljesítménye, mint az első órában, vagy a második órában az eredeti munkahelyén. És ezért halnak egyébként hamarabb az orvosok, az orvosnők még inkább, szörnyű statisztikákat ismerek, mert ezt a túlhajszolt életmódot, ezt nem szabad, nem lehet csinálni. És a betegeknek se jobb ez, mert fáradt orvos már nem ugyanazt tudja biztosítani, mint egy pihent orvos. És pihent, jól képzett, jól felkészült orvosok kellenek, és akik itt laknak, vagy a környéken laknak, hogy ne kelljen az utazással órákat tölteniük. Csak egy megjegyzés, érdekes, hogy a kamionsofőröknél már rendezték ezt a kérdést, tehát 8 órán többet nem vezethet, mert megbüntetik. Hát ott is trükköznek, de így van. Én is úgy gondolom, hogy ezt be kellene tartani, de hát úgy néz ki, hogy a kormányzatnak most sokkal fontosabb dolgai vannak, mint hogy az egészségügyet rendbe tegye. Mi annyit tehetünk ezután itt helyben, hogy felerősítjük ezeket a hangokat, hogy szükség van továbbra is erre a sürgősségi osztályra. Ezért elindítunk egy aláírásgyűjtést annak érdekében, hogy valamilyen intézkedés történjen, hogy visszaállhasson ez a rend. Arra kérem önöket, hogy ezt segítsék a helyi Demokratikus Unió koalíció tagjait ebben az aláírásban, amikor találkoznak velük a következő napokban, és kérem, hogy ezt mondják el másoknak is, mert ha mi nem teszünk érte semmit, hanem elszáll a levegőben, esetleg megjelenik a televízióban ez az itt ma elhangzott néhány év, hogy miért kellene itt maradni. Sajnos szép csöndbe ki fogják húzni alólunk ezt is. Mint ahogy sok mindent már itt csöndben az egészségügy területén kihúztak belőlünk, ahogy lecsökkentek a szakvizsgálatoknak az óraszámai, nagyon sok helyen Tapolcán tudom, hogy nagyon mérséklődtek. Tehát azt kérem önöktől, hogy ebben támogassanak bennünket, vigyék a hírét annak, hogy igen, ezt valahogy vissza kellene állítani, és nem politikai cél okán, hanem saját magunkért, a mi egészségünkért, mindannyiunk egészségért, mert mindannyiunk kerülhet sajnos abban a helyzetben, bármelyik pillanatban, hogy egy ilyen gyors ellátásra lenne szüksége. Én sajnos már voltam ilyenben, pont itt az ajtói sürgősségén, ahol nagyon rendben el is láttak, és hál' Istennek jól is kerültem ki belőle, de ez bármelyikünkkel előfordulhat. Úgyhogy én köszönöm szépen, hogy eljöttek, és kérem azt, hogy továbbra is támogassák ezt, hogy ezt sikerüljön valahogy visszaállítani. Egyes sajtóhíresztelésekkel ellentétben el kell mondanom egy valós tényt, hogy a Magyar Imre Kórház működése zavartalanul biztosított,
a betegellátás hiányt nem szenved, a sürgősségi betegellátás tekintetében pedig minden beteg el van látva. Igaz, azt kérdezik tőlünk, hogy a sürgősségi betegellátó osztály ideiglenes szüneteltetése, mert azért tudni kell, hogy amennyiben a feltételek rendeződnek, úgy ez az ellátási forma a korábbi ellátási szintnek megfelelően visszatér. De ez nem jelenti azt, hogy a betegek ebből bármit is éreznek, hisz a betegellátás, a sürgősségi betegellátás intézményünkben, úgy ahogy korábban, jelenleg is zavartalanul folyik. Ezt egy adminisztrációs jellegű lépésnek kell, hogy tekintsük, hisz azok az orvosok, akik korábban ellátták ezeket a betegeket, azok a kórház állományában vannak, és jelen pillanatban is éppen esetleg életet mentenek, vagy azoknak a betegeknek nyújtanak segítséget, akik éppen hozzánk fordultak ebben a pillanatban is. Tehát szeretném megnyugtatni a lakosságot, szeretném megnyugtatni minden érdeklődőt, hogy aki az Ajkai Kórházhoz fordul, az megkapja a megfelelő szakellátást, megkapja a megfelelő sürgősségi ellátást, és természetesen együttműködve a megyei intézménnyel, szorosan együttműködve az megyei intézmény különböző osztályaival, sürgős szükség esetén konzultálva továbbítjuk a betegeket a megyei kórház irányába. Ez jó a betegnek, jó az ellátórendszernek, és jó esélyt biztosít, hogy különböző, esetleg nem megfelelő kompetenciával rendelkező ellátóhelyek teljes körű ellátást biztosítsanak a hozzánk forduló betegek számára. Egy szónak is száz a vége, az Ajkai Kórházban a sürgősségi betegellátás működik, sürgősségi beteg fogadó hely biztosítja azt, hogy a beteg, amikor beérkezik, ott fogadjuk, és a megfelelő szakmák szerint, a megfelelő igény szerint, tehát a betegség igénye szerint a megfelelő ellátóhelyre továbbítjuk, és a beteg megkapja azt a fajta orvosi gyógyító szakellátást, amire éppen a helyzetnek megfelelően szüksége van.